Most következik a múzeum pedagógiai foglalkozás, melyet a Kispál Múzeumban tartottak április 5-én. Legyél te is huszár címmel! Keresse meg rajta a tiszafüredet, piros ponttal rá is rajzoltuk egyébként az összes csatafüredet. A tiszát meg fogod találni, tiszató még nincsen, ugye ez egy új kert. Nagyon jó, akkor rakd oda a magyar zászlós katonát. Nagyon jó. Mert a térképre az ólom katonákkal azért raktuk fel, hogy a magyar hadseregnek erre az időre, tehát 1849 márciusára vissza kellett a Tisza mögé vonulnia, mert az osztrák csapatok, akik fehér egyenruhát viselnek, sokkal nagyobb erőt és szervezettséget képviseltek, és a magyar hadsereg és a főváros is Debrecenbe költözött. És több éjszakát eltöltött ott abban a hátsó szobában, ott aludt a feleségével együtt, és a szabadságharc szinte összes fontos tábornoka ebben az épületben tanácskozott, és sikerült utánuk győztes csatákat vívniük a tavaszi hadjárat során.